Tamásitól mintegy 10 kilométerre található Nagykónyi. A falu a folyamatos fejlődés mellett igyekszik megőrizni a település falusias báját is. Sokan csak átutazóként mennek át a községen, mondta el a polgármester Pusztai László. Mi 1100 fővel élünk Nagykónyiban. A közigazgatási területünkhöz tartozik Medgyespuszta. Őket is próbáljuk a lehető legjobban integrálni a település részhez, és amikor Nagykonyiban valamilyen fejlesztés zajlik, akkor Medgyespusztán is, mivel hogy hozzánk tartoznak ugyanolyan emberek, mint a nagykonyi emberek, ezért egyként kezeljük őket is. A település infrastruktúrális adottságai szerintem megfelelőek, vagyis dolgozunk azon, hogy mindig jobbak legyenek. Van óvodánk, van iskolánk, van idősek otthona a településen, a kereskedelmi egységek jelen vannak a településen, vannak élelmiszerüzleteink, van még postánk, ami most már egyre jobban a kis településeken elveszik, mint szolgáltató egység. Az épületben található bankautomata, van egy jól működő főzőkonyhája a településnek, ami rendezvényekre főzni tud. Ma jelentős számban foglalkozunk azzal, hogy vendégétkezést főzünk több településre, és a környék 3 településére minden nap ételt szállítunk. Így talán azt is mondhatom, hogy ez a gazdasági pont, ami összeköt minket még a térségünkön kívül is, így a környező önkormányzatokkal. Próbálunk mindig együtt gondolkodni és együtt menni előre, azt, hogy a térségünket fejlesszük. A legtöbben azokat a településeket ismerjük igazán, még a környékünkön is, ahova családi szálak kötnek, pedig látnivaló akad a közelben is. Sokan azt gondolják, hogy Nagykónyiban, amikor ki mit tudnak, kezelik a 61-es főutat és átrepülnek gépjárművel, hogy hát ez csak egy kis falu. De közben mi nekünk az életünk itt van, mi itt élünk, és ezt szeretnénk másoknak is megmutatni, hogy ez a kis falu, ez nem csak egy 61-es főútnak a bizonyos szakasza, hanem ez egy élhető kis település, és azt gondolom, hogy itt élni jó, úgyhogy mindenkinek merem ajánlani azt, hogy a települést azt akár lakóhelyként, hogyha új lakóhelyet keres, célozza meg, vagy akár működnek a településen szálláshelyek, kikapcsolódásra egy hétvégére, vagy akár több időre is lehet szállásokat foglalni, van 2 szálláshelyünk. Vannak híres szülöttjei a településnek, akik talán a leghíresebb Sárdi János, ugye már többször hallottunk róla, és több olyan videóanyag van róla még, amivel ő nevesíti Nagykonyit, és szülő hazájaként, vagy szülőtelepüléseként gondol a településünkre. Aztán vannak még több híres szülöttjeink is, de ezek a következő adásokban ugyanúgy bemutatásra szeretném, hogy kerüljenek. A település rendelkezik egy művelődési házzal, ami számos kulturális program helyszínéül szolgált az elmúlt időszakban. A Covid az egy kicsit a program sorozatait megnyírbált, de előtte, hogyha valaki visszaemlékszik, és Nagykonyiban falunapokon, vagy bármilyen más rendezvényeken volt, akkor azt tudja, hogy egy jó minőségű, egy jó hangulatú, szórakoztató programokat tudunk létesíteni itt Nagykonyiban, vagy tudtunk, és most az idei év az arról fog szólni, hogy visszahozzuk azt a programsorozatokat, amit a Covid az elmúlt 2 évben tönkretett, hogy ezt az idei évben fokozatosan visszavezessük. Mint minden település, Nagykonyi is próbálja felvenni a harcot a fiatalok elvándorlásával szemben. A fejlesztés az folyamatos a településen, és próbálunk olyan fejlesztéseket is létrehozni, ami a fiatalok érdekében történik. Sajnos a munkahely az elsődleges dolog, amire elvándorolnak, de én azt gondolom, hogy Tamási ebben egy elég jelentős fejlettséget jelent a munkahely tekintetében, és ez a 10 kilométeres távolság, ez nem lehet távolság ilyen téren a munkahelybe. Ezen dolgozunk, folyamatosan fejlesztjük a települést minden egyes olyan lehetőséggel, amit a kormányzat is elénk tesz abban, hogy egy élhetőbb, egy jobb vidéket építsünk. Erre több forrás van, ugye a Magyar Falu ma a legjobban ismert pályázati forrás. A vidékfejlesztési programokon is mindig indulunk, és a település fejlődése azon dolgozik mindig, hogy a fiatalok azok helyben maradjanak. A településünk az elmúlt években talán stagnálásra állt a lakosságba, és az elvándorlások minimálisabbak, sőt, mondhatom azt, hogy Nagykonyiban most egy kicsit így idézőjelben 2 hétig hirdetünk egy házat, amikor el akarjuk adni, mert Nagykonyi most valahogy
érdekeltebb lett, és Nagykónyit keresik az emberek, vagy az ingatlan árak még ott tartanak, hogy még meg tudják venni a fiatalok is. Úgyhogy most azt látjuk mi, hogy élő példaként egy hónapja megüresedett ingatlan, az két hét alatt elkelt. Úgyhogy a sok eladó ingatlan táblák lekerülnek, és inkább családokat látunk benne. Ez öröm számunkra, még nem azt jelenti, hogy megindult, vagy megfordult a folyamat az elnéptelenedéstől, de talán stagnál a lakosság létszámunk, úgyhogy talán jó az irány, amit elkezdtünk magunk elé kihelyezni. A település óvodát tart fenn, és 8 osztállyal várja az ifjakat az általános iskola. Van egy korszerű iskolánk, nem kell a gyerekeket vidékre vinni iskolába, van egy korszerű óvodánk, ami ugyanúgy Magyar Falus programból felújult a tavalyi évben, és minden olyan egyéb feladat vagy szórakozás, ami létesül vagy van, azt azon dolgozunk, hogy a fiatalok kedvében járjon, és a fiatalok ne kívánkozzanak el Nagykonyiba.